kiberbefektetővel közösen. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2 évvel ezelőtt új konstrukcióként hozta létre a Széchenyi Tőke Alapot, mely azóta 17 hazai vállalkozás számára nyújtott tőkekihelyezést, ezzel is elősegítve az adott cégek fejlődését. A Széchenyi Tőke Alap Székesfehérváron tartott sajtótájékoztatóján jelentették be, immár mikro- és kisvállalkozások számára is elérhető a tőkebevonás. Immár 5 fős cégeknek is elérhető a tőke alap. Az 5 fő azt jelenti, hogy nem most kell teljesíteni, hanem elég a tőkebefektetést követő 2 éven belül, illetve nem csak a vállalkozásban lévő foglalkoztatotti létszámot számoljuk, hanem azokat is, akik tartós beszállítóként tartós megbízási jogviszonyban a vállalkozással együtt dolgoznak. Szintén fontos változtatás, hogy már nem csak 55-60 millió forintos tőkét helyezhet ki az alap, hanem ennek értéke akár a 200 millió forintot is meghaladhatja. A Széchenyi Tőke Alap jelenléte a támogatott cégek életében a tőkebevonáson kívül további előnyökkel is jár, például sokkal jobb helyzetből várhatják banki hiteleik, vagy épp pályázataik elbírálását.